Mindenki emlékszik ezekre a megdöbbentő képsorokra, amikor menekültek százai érkeztek Győrbe. 2015-ben a várost is elérte a migrációs hullám, amikor Németország hívó szavára tömegével érkeztek Nyugat-Európa felé a gazdasági menekültek. A polgármester szerint ebből nem kér a város és a győriek sem. Már átéltük azt, amikor ez a németeknek a nem túl szerencsés megoldása volt, hogy meghirdették, hogy várnak mindenkit, a határokon keresztül bárki mehet, és hát jöttek is, és Győrben azért voltak komolyan bevándorlók. Nyilvánvalóan erre már kevesen emlékeznek, hát a Covid-járványt elfelejtették már az emberek. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy meg tudjuk őrizni a magyarságunkat, meg tudjuk őrizni az integritásunkat, és szívesen látjuk a vendégeket, szívesen látjuk az idegeneket is, hogyha útlevéllel érkeznek. A közelgő európai parlament és önkormányzati választások tétje is az, hogy béke legyen vagy háború. Erről már a Fidesz-KDNP frakció vezetője beszélt a Győr Plusznak. Az Európai Uniós választások tétje az, hogy háborút vagy békét akarunk. Én azt gondolom, hogy akik békét szeretnének, ők mindenképpen a Fidesz-KDNP listáját kell, hogy válasszák az európai parlamenti választáson, az önkormányzati választáson pedig a Fidesz-KDNP jelöltjeit. Azért van ez így, mert a Fidesz a béke pártjánál. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban több intézkedés is azt bizonyította, hogy mi hatékonyan és határozottan tudunk nemet mondani, például az illegális migrációra. Senki nem szeretné azt, hogy azok a brüsszeli elképzelések, döntések, amelyek arra kényszerítenének bennünket, hogy migránsgettókat hozzunk létre, azok életbe lépjenek. Arra a garancia, hogy ez ne történjen meg, a Fidesz-KDNP kormány, és az, hogy európai szinten is, Brüsszelben is változást tudunk elérni ebben a témában. A honvédelmi miniszter korábban kijelentette, az Európai Unió soros magyar elnökségének meghatározó programja lesz a biztonság és a védelem kérdése. A tárcavezető hozzátette, Magyarország a migrációt nem irányítani, hanem megállítani akarja, méghozzá annak kiindulási zónáiban.